sokan csak Mr. Madács színháznak hívják. Évtizedek óta szolgálja a körúti teátrumot, amelyből igazgatóként nemzetközi szinten is teljesíteni képes zenész színházat formált. Szirtes Tamás van itt. Ön ott elsősorban ez idő szerint menedzser, üzletember, vagy azért Mindenek előtt művész. Hát én elsősorban rendező vagyok. Ugye nekem a rendezés, a tanult mesterségem, én ahhoz értek, én azt tudom, minden mást az élet hozott. Az élet hozta azt, hogy, hogy igazgathatom azt a színházat, ahol, hát most már kimondani is szörnyű, 1972 óta vagyok állásba. Gyakorlatilag a, 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 az egész művészi fejlődésem és minden ott történt, és egy nagyon nagy ajándékának tekintem a sorsomnak, hogy ezt azzal, tetészhettem, tetézhettem, hogy egész színházban is dolgozhatom, gondolkozhatom, és nem, csak mint egy rendező, aki csak egy darab keretei között gondolkodik mindig. Azt például meg kellett tanulnia, hogy ön főnök? Tehát, hogy számon kérni, szemrehányni, rendre utasítani, egy komoly, igazi nagy, több száz fős apparátust mozgatni? A rendezés az már önmagában sokkal kisebb egységben, de hát egy rendező az egy vezetőszerep, egy produkciónak ő kell legyen a vezetője ideális esetben. Tehát tulajdonképpen az alapszituáció az nem volt szokatlan, az kétségkívül a méret szokatlan volt. Tehát szokatlan volt egy egész színház méretben gondolkozni, és, és rájönni arra, hogy a, a rossz szónál mennyivel többet ér a jó szó. Ön a simogatós főnök? Nem az ütős? Ebből következő? Én azt gondolom, hogy, hogy, hogy mindenfajta vezetés az, az, elsősorban egy személyes példának a megmutatása. Most próbáltuk a méri poppins és a méri Mary poppins nemrég volt a bemutatója, és hát csodálatos nagy siker volt, de az igazi számomra a katarzis nem csak a siker volt, hanem az, hogy hogyan dolgozott a Madárszínház apparátusa. És végül is ugye én akkor beköltöztem a színházba. Három szereposztás volt, a szereposztásoknak jók volt, mert ugye ők bejöttek, dél lepróbálták, aztán elmentek, és jött a következő, de hát a szűk stáb az ott maradt. És azt láttam a munkatársaimon, hogy, hogy, ugye miután én nekem ez egy ilyen szívem csücske darab volt, és úgy szívvel lélekkel csináltam, tehát mindenki szívvel lélekkel csinálta. Tehát nagyon nagy ereje van a személyes példamutatásnak és ön úgy általában is itt távolról figyelve a tevékenységét, mindig úri ember. Ezt például rendezőként, vezetőként is igyekszik minden körülmények között megőrizni? Sokkal nehezebb egy színházban, vagy legalábbis számomra nem úri embernek lenni, mint úri embernek. Én nem nagyon szeretem azokat az üvöltöző, toporzékolós és hisztériás rendezőket. Pedig Ez sok van. Sok van. igen, igen mondják, mondják. De Ugye ez egy nagyon fontos tudás. Ennek a szakmának az egyik nagyon fontos tudása az, hogy amilyen a próba, olyan az előadás. Tehát ha a próbára rányomja a bélyegét, az egymással való hadakozás, a veszekedés, a bűnbakkeresés, tehát különböző színházi hisztériák, az valahogy a hajszálereken keresztül beleszüremlik az előadásba, és az az előadás soha nem lesz oldott, kedves, ragyogó. Tehát nagyon-nagyon kell vigyázni a próbánál. Ez olyan, mint a gyereknevelés. Egy gyerekkel sokat üvöltöznek, az nem lesz egy nyugodt és egy kiegyensúlyozott felnőtt. De ön például soha nem kiabál? Hogy mondjam, elkerülhetetlen, hogy az ember a türelmét egy kicsit elveszítse. Egy, egy ilyen hatalmas aparátusnak az összeszedése folytán. De amikor azt érzem, hogy Mindenki azt akarja, amit én. Az egy felemelő és egy csodálatos érzés. Egyébként a színháznak az egyik nagy varázsa az az, hogy olyan emberek gyűlnek össze, akik úgy egy irányba húzzák a szekeret. Tehát egy jó színházban nem kell vitatkozni azon vagy veszekedni azon, hogy merre megyünk. Az teljesen magától értetődő. Lehet vitatkozni a tempón, hogy kicsit gyorsabban, kicsit lassabban, de az egy irányba gondolkodó, akaró és cselekvő embereknek a, a az ereje az felmérhetetlen. Hát biztosan is hallott, meg látott jó pár olyan színházigazgatót, én egyről biztosan tudok <laughs> itt a belváros környékén, akinek a puszta említésekor megfagy a vér a kollégák erejébe. Tehát szabályosan egyenesbe vágják magát, ha meg tudják, hogy érkezik az igazgató. Mindenki úgy rendez és úgy igazgat, ahogy tud. Önöknél ez nincs így? Tehát szívtestanár érkezik, vagy az igazgató úr érkezik, azt észreveszi, hogy fegyelmezik magukat a dolgozók? É, én azt veszem észre. Hát ugye ez egy, ez egy most egy nehéz kérdésre kérdezett rá, vagyis arra, hogy hogy mi az, hogy tekintély, és honnan lesz a tekintély, és miből van a tekintély. É, én, én azt veszem észre most már jó néhány éve, hogy az emberek odafigyelnek arra, amit mondok, megkérdeznek engem, kíváncsiak arra, szívesen fogadnak el iránymutatást. Tehát, hogyha azt mondaná, hogy van egy ilyen szempontból tekintélyem, akkor, akkor nagy örömmel azt tudom mondani, hogy igen, van. Soha nem erővel és erőszakkal teremtettem. Ön? Említette, hogy időtlen idők óta, 60... Hát, hány óta? 72. 72 óta a Madács Színház Igen. kötelékébe tartozik. Egyszer sem volt olyan, hogy azért, mert elcsábították volna. Azért, mert mondjuk megsértődött valamin hogy azt mondta volna, hogy elmegyek, és odébb állok. Én sokat rendeztem máshoz, tehát tulajdonképpen tehát az, a, az az élmény, hogy más színházban rendezni, az nekem megadatott. Én nagyon sokan, sokat, sok helyen rendeztem. Azt, hogy társulatot váltani, ez nem merült így föl. Nagyon-nagyon szerencsés voltam, engem Ádám Otto, aki ma már egy nagy legendás név ebben a szakmában, egyébként most néhány napja avattunk egy emléktáblát a háza falán, ahol ő élt, ő két éve nem él már. ő, ő vitt a Madár Színházhoz, és ő húsz éven keresztül a Madár Színháznak legendás igazgatója volt. Föl nem merült, hogy nekem valahol ott lenne a helyem, mint az Ádám Színházában. Ezt követte a rendszerváltás, ami egy nagyon különös és zavaros időszak volt a Madár Színház életében, és akkor a társulat közfelkiáltással fölkérte Kerényi Imrét, egy kiváló rendező kollégám, eh, hogy vállalja el a színház igazgatását. És olyan átmenetiek voltak az állapotok, hogy ugye egy fölbomló fővárosi tanács, ami akkor is a színház felügyeleti szerve volt, eh, nál el lehetett intézni azt, hogy egy társulat akarata olyan erős volt, hogy valóban az az ember oda kerülhetett, eh, igazgatónak. És ezt követőleg 16 évig volt Kerényi Imre a Madár színház igazgatója, akivel nekem a legjobb emberi és művészi kapcsolatom volt. Tehát soha nem volt ugye egy ember mozdulásához, hogy menjen, ahhoz két dolog szükséges, egy vonzás és egy taszítás. Tehát, taszítás az nem volt itt? Taszítás ugye? nem volt, és azt kell mondjam, hogy vonzás sem volt, mert azért a magyar színházi élet azért az eléggé ilyen színházak köré, színházak köré csoportosul, és ha valaki egyszer csak úgy leteszi a bélyegét egy színháznál, vagy nagyon erősen kötődik egy színházhoz, azt Elkönyvelik úgy, hogy akkor ő ott van, és ezt jól is teszik. És nemzetközi szinten, tehát hogy mondjuk angol száz területen hívták volna nagy gyüziket rendezni? Öh, nagyon sok, nagyon sok öh, öh, hogy mondjam, nagyon sok kísérlet és kezdemény és lépések voltak, de végül ilyen jelentős dolog nem jött létre. Nem kis okból azért, mert én ezt sose akartam. Mert én azt gondoltam, hogy egy darabot de, igazán megrendezni, tehát először megrendezni, az csak anyanyelven lehet. Ezt követőleg reprodukálni lehetett volna, de ezek valahogy úgy nem jöttek létre. De mondjuk eredetit rendezni, azt én csak itthon és csak a Madárszínházban tudom. Nem is viszket a tenyere időnként, amikor mondjuk a Broadway jár, vagy amikor elmegy Londonba, vagy azt mondaná, hogy a büdös életben itt azért rendeznék egy darabot. Hát, ha oda születtem volna, ha oda születtem volna, ez azért, ez azért egy óriási, óriási lépés. Nem nagyon ismerek ilyet, nem nagyon ismerek ilyet, talán a filmszakmában is inkább, de a színházi szakmában azért, azért hogy egy ilyen kis országból, mint Magyarország, innen valaki, valaki kikerül angol területre, és ott mind a színházi Házi szakmában befut. Én nem nagyon ismerek ilyet. Nyilván angol száz területen könnyebb az átjárás egy amerikainak Londonba, vagy egy angolnak Ausztráliába könnyebb, de azért itt, azért itt nagyon erősek a láthatatlan határok. Andrew Lloyd Webber korunk talán legnagyobb zeneszerzőjével, musical szerzőjével kifejezetten jó emberi viszonyt ápol. Ennek köszönhetően ön például milyen gyakran jelenik meg New Yorkban, Londonban, mondjuk ugye producerek világába. Tehát hát, önt már ön úgy kezelik, hogy mint egyben fentest. Én sokat, én sokat voltam Londonban, legutóbb egy hónapja jöttem onnan haza, és nagyon jó a kapcsolatom, nagyon jó a kapcsolatom, személyesen Andrew Lloyd Webberrel is, de az ő cégével, ami egy hatalmas ilyen angol produkciós cég, és más angol és amerikai produkciós cégekkel, ez egy kifejezetten kreatív és egymás respektét elfogadó, nagyon jó munkakapcsolat. Ön például lát olyan bemutatókat is, amelyet földi halandó, csak mit tudom én, hetekkel vagy hónapokkal később? Ö, nem, 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 nem. A, ebből a szempontból az angol színházi világ az rendkívül üzleties. Például soha nem lehet ingyenjegyet kapni. Ugye hát ez nagyon nehéz volt annak idején elképzelni náluk. Hát ma már nálunk sincs ingyenjegy, ingyen de nagyon hosszú ideig azért kollégák szakma azért az mindig be tudott jutni egy előadásra. Londonban soha senki. Én csak úgy tudtam bejutni eh, angol színházi előadásra, vagy mondjuk az eh, a Weber darabjaira, hogy ő személyesen megvette a jegyet. Tehát ő leküldte a pénztárba a pénzt, és akkor utána felhozták, és ezt a jegyet, mert nem létezik ez a, ez a rendszer. Tehát ezt csak arra mondom, hogy, hogy végül én ugyanúgy nézek színházban, mint bárki más, annyi segítséget kapok, hogy elintézik nekem, és megveszik a jegyet. De ő már úgy közlekedik közöttük, hogy ha meglátják, akkor azt mondják, hogy hi Tom, ön pedig azt mondja a Broadway egyik igazgatójának, hogy hi Stevie. Sok, sok, sok jó ismerős van, sok jó ismerős van, igen, sok közeli és jó ismerős van. Ebből gondolom a színház is kümölcsöző következményeket tud. Uh, ugye magának itt, meg tudni, itt a nagy, tudni. ebben a, ez a musical világ, ez egy nagyon, kényes világ. Tehát itt ezek azok az emberek, akik ezeket a világsikereket létrehozzák. Hozzáteszem, nem nagyon sok világsiker van musicalbe, tehát az nem úgy van, hogy örökösen születnek ott. 5-10 évig nincs semmi. Jönnek, jönnek darabok, tehát megszületnek darabok, de azt az igazi sikerküszöböt azt nem ütik át. Tehát nagyon, a világsiker az egy nagyon ritka dolog, és egy nagyon-nagyon nehéz dolog. De elkanyarodtam a kérdésétől, ami mi is volt. Hogy a színház ebből tud ja, profitálni valamilyen formán? Profitál e, valami? Ugye én azt gondolom, hogy ha az ember egy ilyen kis országban él, mint Magyarországon, akkor időről időre meg kell nézni, hogy mi van a világban. Talán kicsit sűrűbben is, mint én teszem, fél évente ez lenne az ideális. Tehát lépést kell tartani, többféle szempontból a musical egy hallatlan, gyorsan változó műfaj többek között ez a sikerének az egyik titka, hogy mindent, magá, mindent integrál, tehát minden magába szív. A technikai újdonságokat, a zenei újdonságokat, a ami a világ politikában történik, ami a világ ízlésben történik, a világ eseményekben történik. Tehát egy hallatlan integratív műfaj a musical, ami, ami úgy igazán úgy a világban van, az nagyon rövid időn belül zenés darabbá válik. Ön ilyenkor trendeket figyel? Tehát kiszagolja mondjuk az irányzatokat, a stílusokat, a korszerűséget? Az, hogy ma mi a divat mondjuk Amerikában? Ebben nekem, a nekem egy nagyon határozott elképzelésem van. Ugye én prózai rendező vagyok, én prózai rendezést végeztem, én csapos vagyok ebben a zenés színházi világban, egyszer csak úgy beleestem. Mindig nagyon szerettem, de ez nem az a tanult. Nekem a tanult mesterségem a Csehov és Shakespeare. Én igazán... Ezt azért már meghaladta az idő, hogy csapos ebben a műfajban, nem? <laughs> Na jó, hát igen, de reméljük, hogy így van. Tehát nekem egy nagyon határozott elképzelésem van arról, hogy, a színház, hogy hogy, milyen... hogy, hogy mi a jó színház, mi a jó játék Stílus, mi a jó megközelítés egy darabnak. Tehát tulajdonképpen én nem ilyenfajta inspirációt várok. Én, amikor nyugaton színházat nézek, én információt várok. Tehát információt várok arra, hogy mi a gondolatkör, amiben ők mozognak. Mik a technikai újdonságok, amiket, amiket gyorsan és hamar, ha, ha lehet, akkor be kell vonni a, be kell vonni a színházi eszköztárba. Úgyhogy, és hát elsősorban, elsősorban darabot. Az ember mindig darabot keres. Tehát megnézi, hogy ennek a darabnak milyen kifutása lehet ittkon, hogy lehet azt itt adaptálni, és akkor, ha úgy gondolja, hogy erre megfelelő szereposztást tud találni, megrendez itt Ugye, ugye ez egy nagyon kényes dolog, mert egyáltalán nem biztos, hogy ami Londonban vagy New Yorkban siker, az Budapesten siker. Budapest egy kényes város, nagyon sajátos színházi ízléssel, és nem egy fájdalmas, keserű példa mondható el, hogy óriási londoni siker Budapesten megbukott. Tehát ez, hogy egy az egyben valami átvehető, ez távolról sem igaz olyan kell legyen, ami a, ami a, hogy is mondjam csak, hát ami itthon is megszólal, ami itthon is, és nem minden darab szólal meg itthon. A másik nagyon fontos elem, ez most már szerencsére egyre kevésbé van így, hosszú ideig a nyugati musical színházak technikailag sokkal inkább előttünk voltak. Fénytechnikában, hangtechnikában és szenikában. Ugye nagyon nagyos, amikor én a pályámat kezdtem, akkor gyakorlatilag a színpadokon szabadíszletek voltak, ahol nagyon nagy szó volt, hogy az ajtó nyílt, és az ablakot be lehet egy csukni, és a fiókot ki lehetett húzni. Ezzel birkóztunk hosszan. Ma már képesek vagyunk arra, hogy 15-20 másodperc alatt, de mondjuk egy perc alatt feltétlen az egész színpad díszletét ki tudjuk cserélni. Tehát olyan szenikai mutatványokra vagyunk képesek, pontosan, mint ők. És ez a Madács Színházban annak köszönhető, hogy 2000-ben a Madár Színházat felújították. Nagyon-nagyon sok pénzért, és itt megint el kell mondjam Kerény Imre nevét, mert akkor ő volt a színház igazgatója, és ennek az egésznek a, hát, a, 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 művezetője, vagy hogyan kell ezt mondani, és egy nagyszerű színházat csinált, technikailag, tehát ami, ami tökéletesen alkalmas erre, nagyon, erre a nagyon, erre nagyon kényes high-techre, ami a műzike. Az, hogy ez ma már így van, az nem kétséges. De akkor, amikor 1983-ban 82-ben látta a macskákat kín külföldön. Akkor hogy volt meg önben az a hit, az a meggyőződés és az a bizalom, hogy ezt Magyarországon meg lehet csinálni? Megmondom, mire gondolok. Az, hogy énekelni és táncolni egyszerre tudó színész lehet -e találni ennyit, és ami szerintem még lényegesebb, hogy van-e olyan szintű kiszolgáló személyzet, technikailag, tánckart illetően, és egyáltalán a műszaki apparátust kellő szaktudással ismerő ember? Nagyon jó, nagyon jó a kérdés, és nagyon jó a gondolat. Nem volt, bennem nem volt meg ez az elhatározás. Két, itt két dolog történt. Egyrészt ugye megnéztem az előadást Londonban, nekem volt egy nagyon-nagyon kedves Angliában élő nagybátyám, aki meghívott engem erre, mert ő megnézte, és ő, egyébként neki fényképész volt a szakmája, nem volt közel a színházhoz, de volt művészi érzéke, és főleg volt orra a dolgokhoz. És azt mondta, hogy ezt meg kell nézni, mert ilyen csoda a világon nincs sehol. És én kiléptem, Éjszaka Londonba, a macskákat előadása után a londoni éjszakába, és elájultam. És azt gondoltam, hogy ez soha, de soha Budapesten, pontosan az ön által említett okok miatt ezeket nem lehet megcsinálni. És jól mondja emberi, technikai, anyagi, mindenféle szempontból. És akkor két dolog történt. Az két, két biztatást kaptam. Az egyik biztatás, az egy nagyon fontos biztatás volt, az Ádám Ottó, aki a színháznak akkor az igazgatója volt, aki teljes egyértelműséggel engem mindenféle módon rábeszélt. És azt mondta, hogy ne törődj, majd ne törődj a technikával, majd az egyszerűbb lesz, semmivel ne törődj, csináld meg, és volt egy nagyon erős akarás. Ugye ez nagyon fontos dolog, hogy valaki akarja. És a másik, akinek a nevét itt el kell mondjam, az Seregi László volt, Remélem, remélem az emberi emlékek nem olyan gyorsan kopnak el, hogy ez a név azért ez még jelent valamit. Az operaház legendás a koreográfusa és a macskáknak is a koreográfusa, és az én társrendezőm volt, aki egyszerűen olyan fokon ismerte ezt a szakmát, aki mint, mint se előtte, se utána senki. És a Laci hajlandó volt ebben a macskába beszállni. Tehát itt a koreográfus az egy kulcs szereplő. Egyébként azt kell mondjam, mindig a műzikában a koreográfus személye az egy kulcs, kulcsfontosságú dolog, de különösen a macskáknál. És a Lacinak az ereje és a meggyőződése és a hite, ez az a két emberi momentum volt, ami engem arra bátorított, hogy ezt meg lehet csinálni. De mondjuk gépparkot, technikai személyzetet, világítás, technikát, az hogy e... sikerült legalábbis a különbözőségeket minimalizálni? Nagyon mulatságos volt, ugye annak idején, mikor a macska díszlet épült, a, egy Götz Béla tervezte a díszletét, egy hallatlan, bonyolult és nagy díszletnek számított. Azt kell mondjam, hogy tehát a színházban elájult a műszak, hogy Jézusom ezt a díszletet berakné ide. Ma a macskák a legkönnyebb díszletünk. Tehát ma ugye, ez azon a színházban mindig ezt úgy számoljuk, hogy mennyi a beépítési idő. Tehát ma a macskák beépítési ideje nevetségesen kevés, szemben a Méri szal, a Spemelottal, a Józseffel, tehát ezekkel az igazi nagy darabokkal. Öm, hát ugye a hájok kovács biztonsága. Mindenki valahogy azt gondolta, hogy, és akkor úgy nekiestünk. És óriási siker lett, és ezért is kérdezem, hogy akkor, amikor fiatalemberként egy ilyet letett az asztalra, akkor nem gondolta, akár csak rövid időre is, egy-egy rendezés során, hogy vajon meg tudom én ezt ismételni, vagy ugrani. Akkora siker volt, és olyan reveláció volt a macskák sikere 83-ban, hogy nem tudom, hogy lehet-e musical színpad a Magyarországon még egyszer akkorát, de akár csak megközelítő erővel bíró előadást is a színpadra tenni. Nagyon sajátos helyzet volt, szóval tulajdonképpen az, hogyha most elemezzük, hogy mit jelent egy 83-ban a macskák a nézőknek. A 83-ban a macskák az egy nyugati világ üzenete volt. Tehát azt, azt, hogy ez a technikai tökéletesség, tehát az ének, tánc, az összínázi élmény, ami teljesen ismeretlen volt ebben a méretekben akkor nálunk, és egyértelmű volt, hogy ez egy angol musical. Ráadásul még az is gyönyörű volt, hogy ugye T.S. Eliot versei az alapja, tehát egy magas irodalmi értékű versekből készült bravúros darab a macskák, de itt az emberek, az emberek úgy érezték, hogy, hogy, hogy itt valami egész különleges történik velük. Hozzá kell tennem, egyszer Andrew Lloyd Webber elmondta nekem, mert ugye fölmerült sokkal később egy beszélgetésbe, hogy végül miért engedte ezt, meg miért adta oda a jogot. És akkor ő azt mondta, hogy azt gondolja... Másodikként a világon, ugye? Másodikként, igen, igen. Hamarabb, csinál, hamarabb volt nálunk, mint egy New Yorki bemutató. És akkor azt mondta, hogy ugye ő egy rendkívül, egy, egy demokrata, vagy egy liberális ember. És azt mondta, hogy bizt meg voltam győződve, hogy a macskák nagyobb csapást mér a varsói szerződésre, mint egy NATO hadosztály. Igaza volt ami itt ebben, ami ebben a darabban, itt, ö, ö, tehát ahogy az embereknek a, egyszer csak úgy kinyílt a szemük, is, úgy, úgy, úgy elkezdtek vágyni egy olyan világ után, hol ilyen darabok úgy vannak. Azzal vette meg, pestéesen szólva, vette meg magának Webbert? A macskákkal? Igen, az első élmény a macskák volt, és, és csodálatos volt, amikor nem a, nem a bemutatóra, de nem sokkal a bemutató után eljött Budapestre, és följött a színpadra, és ott megölelt, megcsókolt mindenkit, és aztán elmondta, hogy ezt a darabot ő, ezt a darabot ő Londonban is elfogadná, már ezt az előadást. És, és, és ez nem a kötelező udvariasságnak Hát volt. ilyet nem mond, egyszer. neki nem volt akkor sem kötelező mondani semmit. Nem, nem, ő ezt, ő ezt úgy érezte. És aztán utána elég sok napot itt töltött Budapesten, és hát aztán utána így, így ment, és ment a dolog. A, a barátságunknak tulajdonképpen az egyik csúcspontja az a 2005-ös volt egyszer egy csapat bemutatója volt, ami az angol gyakorlatban példátlan volt. Tehát ott egyszerűen azt kérte, hogy csináljuk meg, és írjuk át a darabot. Csináljunk a darabjával azt, amit akarunk, ami példanélkül áll mert azért ezek a darabok, amikor elkészülnek, és oda le van, és a, úgy azt mondják, hogy na, ez a darab, akkor az a szentírás, ahhoz nem lehet hozzányúlni, ahhoz nem lehet hozzátenni egy betűt, vagy elvenni belőle, és azt, hogy azt gondolta, hogy az ugye az, 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 ugyan Beautiful Game volt az eredeti címe, hogy az nem elég jó, és mi vagyunk erre hivata, hivatottak, akik ebből egy igazán jót tudunk csinálni, ez volt az eddigi legnagyobb gesztusra, de hát volt még a Fantom, de hát sok minden volt. Egyébként ez egy magánemberi viszony, tehát belelátnak egymás adott esetben a magánéletébe és olyan szinten közel engedik egy egymáshoz. Uh, Itt it muszáj egy kis, kis csalódást okozom, legalábbis az angol száz világban, uh, a professzió és a magánélet rendkívül élesen elkülönül. Tehát a szakmai kapcsolatok és a, a, a magánkapcsolatok ez két bolygó, ez nem keveredik. Uh, lehet, hogy keveredik úgy, hogyha egy színész beleszeret egy színésznőbe, és feleségül veszi, vagy összeköltöznek. De amúgy itt azért egy nagyon, tehát rendkívül szoros, meleg szakmai barátságok vannak, de ezek nem a magánbarátságok. De karácsonykor például, gondolom, felhívják egymást, és kellemes ünnepeket kívánnak. És küldünk a egymásnak levele, de azért én ezzel tisztában vagyok, hogy egy nagyon erős és szoros szakmai barátság. Említette a beszélgetés erén, hogy ön azért prózai színészként végzett, és hát rendező. Rendez... bocs, színészként, bocs, hát ez lehet, hogy Freudi elszólás volt, mert igen, igen, igen. két próbálkozása volt igen. színészként, ugye? De hát az csak annyi, amennyi egy rendezőnek kell, hogy aztán ne, ne, ne ijedjen meg, ha színészek közé megy a színpadra. Annyira kudarcosnak ítéli ennyi idő után? Nem, nem, nem. Én a rendezők között azt hiszem, én jó színésznek számítok. Színészek között számítok rossz színésznek. Szóval úgy szólt volna az eredeti kérdés, hogy prózai rendezőként végzett, olyannyira, hogy Shakespeare-t sarkad, itt német László rendezett, és tényleg érdekelne az átmenet, hogy mikor lett, és mi által önből ilyen megáltalkodott rajongója ennek a műfajnak. Én a zenének voltam rajongója mindig, mindig gyerekkorom óta. Tehát a zene az mindig egy nagyon nagy szerepet töltött be az életemben. Én imádtam az operákat, imádtam a koncerteket, ma is imádom őket. Amikor csak tehetem, elmegyek egy-egy szép koncertre a műpába, Zene akadémiára még volt, meg most majd megint lesz. Tehát a zenének volt egy nagyon nagy, nagyon nagy jelentősége, és ugye a zene az egy csodálatos találmánya az emberiségnek, és egy csodálatos hatáselem, ugye a zene az egyenesen az emberek szíve közepébe hat. Az megkerüli az intellektust, a, zené, a zenéhez nem kell, a zenéhez csak érezni kell ahhoz nem kell gondolkodni, nem kell a zene szerkezetét tudni, nem kell tudni, hogy a Beethoven a hatodikat akkor hol írta, hogy írta, mik volt a kor uralkodó zene esztétikája, hanem engedni kell. Csak engedni kell, hogy a zene hasson, és az embernek az érzelmi szféráját teljesen átmegállt Úgyhogy az a, az a csodálatos adottsága a zenés színpadnak, hogy itt a zene főszerepbe kerül, és, és egyszerűen a zene lesz a meghatározó alapinformáció, és minden a zenén múlik egy zenés színházba, az engem mindig vonzott. De ezt meg kellett tanulnia? Tehát ez egy kínnal keservel járó folyamat volt? Igen, és ez a kínnal keservel járó folyamat a macskák alatt zajlott. Tehát amit én a zenés színházról tudok, azt én Seregi Lászlótól tanultam, aki, aki egy ős tudósa volt. időnként vannak minden szakmában emberek, akikről nem lehet pontosan tudni, hogy honnan tudják, de tudják. És a Laci ilyen volt. A Laci úgy tudta a színházat, úgy, hogy elmondhatatlanul tudta. A lakatos műhelytől, a művésznő öltözőjén keresztül, a legelvonatkoztató képzőművészeti képig, ő mindent tudott. Egy, színházban, egy színháznak nagyon sok rétege van. Ott van a gyakorlat, a, 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 hogy mondjam, az ipar, az összes ipar ott van, villanyszereléstől kezdve, mindenen keresztül. Ott van a művészetnek a legkifinomultabb részéig. Jó rendben, ezt módszeresen megtanulta, de ha nincs mondjuk a macskák, és ezt nem látja kin, akkor lehet, hogy még mindig sarkadít és Shakespeare-t, Igen, nagyon valószínű. Nagyon valószínű. Van, mindenki életében van egy-két olyan csodálatos fordulópont, vagy legalábbis olyan lehetőség, amit, amit ha az ember felismeri, hogy ez a lehetőség, és megragadja, akkor az lehet egy ilyen erőteljesen sorsfordító dolog. Nekem a macskák volt az egyik, és a másik az operás fantomja volt. Az operáns Fantomját 2003-ban rendeztem, és azért egy óriási versengés volt a budapesti színházak között. Ha jól emlékszem, hárman versenyeztünk érte. Talán egy magánprodukciós iroda, egy másik színház és a Madács. És akkor ott történt, és ebben benne van, gondolom, a Webber barátsága is benne, benne van a, az egész előéletünk, hogy végül ő azt mondta, hogy a Madács kapja a Fantomot. És tulajdonképpen az újkori madács Színháznak az alapkövét a fantom tette le. Említette a rivalizálást, és az, hogy hárman is pályáztak erre a darabra. Létező, jelenvaló történet az, hogy itt az operett színház és a madács színház igenis nagyon erőteljesen versenyez a nézőkérés azért, hogy Budapest és Magyarország első számú zenész színháza legyen? E, ugye, a, ezt, ennek, több, ennek a kérdésnek több síkja van egyrészt a rivalizálás az ennek a szakmának az éltető eleme. Tehát aki nem rivalizál, az azt jelenti, hogy nem akar mindig jobbat, már pedig itt mindig jobbat kell akarni. E, tehát az, a rivalizálást én egy nagyon egészséges és egy jó dolognak tartom. Az egymás ellenében van, tehát az, ahol az ellenszó, annak ebben az ügyben szerintem nincs értelme. A néző nem úgy gondolkozik, hogy vagy egyik, vagy másik színházba megy. Ha az egyikbe lát egy jót, elmegy a másikba is. Tehát ebből a szempontból e, itt nem egymás ellen való munka van, hanem egy műfajért való munka van, és a nézőért való munka van, és de egy, egy siker az mind a két helyen pozitíven hat. Mint ahogy egy bukás is. Ott megbukik valami, attól könnyen lehet, hogy valaki a madácsba se jön el. Te mondanál erre egy példát már, mint arra, hogy hogy néz ki mindez a rivalizálás, vagy versenytársi viszony a gyakorlatban? Tehát színészekért, produkciókért Én nem küzdenek? vagyok. Ö, én, 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 hogy mondjam, akkor magam nevében, hogy mondjam, én nem rivalizálok, és nem, nem versenyzek, de természetesen nagyon jó tudni, hogy van még színház, amelyik ezt a dolgot műveli. Én nem bánnám, ha lenne még zenés színház. Ez műveli. komolyan mondja? Igen, 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 igen El igen. tudná tartani Budapest a harmadik nagy ezt nem tudom. és már ezt nem, műfagyban... ugye, ezt nem tudom, hogy el tudná -e tartani, de nagyon sok zenés produkció születik. A Vígben is születik produkció, a Nemzetiben is, a Magyar Színházban. Tehát produkciók különböző színházakban születnek. Én úgy érzem, hogy, 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 hogy Londonban például egymás mellett vannak, ők úgy nevezik, hogy ezeket a nagyházakat, hogy music hall A music hall az, ami a 1500-as nézőszámtól megy fölfelé. Ezekből van 10 vagy 15 Londonban, és ha megy, akkor, akkor ha szerencsék van, akkor mindegyik tud menni. Állítólag, vissza konkrétan a madácshoz, állítólag régen, pár évvel ezelőtt az volt a szokásjog a madát színházba, hogy minél megbecsültebb volt egy színész, annál közelebb volt az öltözője a színpadhoz. Zente Ferencről tudom, hogy az övé volt a legközelebb, és Huszti Igen. Péter vette Igen. ezt át. Ez a. ketten öltöztek abban az, Akkor az A Péter és a igen. Ez a gyakorlat még a mai napig fennáll? Azt hiszem, hogy ez egy nagyon régi színházi, Ez én már én is ebbe érkeztem. Azt hiszem, hogy ez igazából egy kicsit, kicsit ki kell ábrándítanom. Az, hogy ki hol öltözik, azt az öltözőtár vezetője osztja be. Tehát minden darabnál, ugye nálunk nagyon sok szereposztás forog, hogy ki melyik öltözőbe öltözik, az nem az igazgató, nem a gazdasági igazgató, hanem van egy hölgy, aki az öltöző öltöztetőket osztja be, annak a vezetője osztja be. Úgyhogy valószínűleg valamikor kialakult, igen, hogy, hogy kevesebbet kelljen menni, X-nek, y csak erre, ezt tudom szám, de ez már felhozni. a Gábor Miklós idején, és a Pécsi Sándor idején is így volt. Most kinek van a legközelebb az öltöző? Most ez az öltöző van, tehát most az egyes, a, a, a fiú, ugye van egy férfi oldal és egy női oldal, és a férfi oldalon az az öltöző van a legközelebb, amiben most azt hiszem, a, a, most a Szervét Tibor öltözik, és, és a Benedek Miki fog öltözni a napsugárfiúkban. Azt viszont már azt hiszem önvezette be, hogy nem lehet aludni a színházba. Ez igaz? Aludni? Hát ez egy szörnyű dolog volt. Igen, emlékszem, mikor, be, mikor igazgatóként oda kerültem, hosszú ideig nem merték elmondani nekem, hogy van egy műszaki kollega, akinek éppen nincs hol laknia, és titokban a zsinórpadláson fönt éjjel ott megágyaz magának, és ott alszik. És hát elájultam. Hát ez egy képtelenség. Hát ez egy munkahely, tele veszedelmes situációkkal gödrökkel, emeletekkel, lukakkal, hát ez, hogy mondjam, ez nem arra való, hogy itt valaki éjjel valahogy onnan fogja magát, és akkor kimegy pisilni. Hát képtelenség az egész. És hát ott éjjel be kell zárni az épületet, ott vagyonok vannak, az be kell riasztani, az a riasztó a szól a rendőrségre. Szóval ez valami ilyen őrület, egy, egy, egy ilyen őrület volt, igen. És akkor szegény zsinórmester mehetett haza? Lett let neki egy lakás, és utána ment normálisan egy lakásba. De egyébként ön is használta azt a kifejezést, hogy oda költöztem a Madár Színházba. Azt igen, hiszem a napsugárfiúk. De... Ja, kapcsán. Hát ugye ez azt jelentette, hogy ez a méri Popmincnál. Akkor a Mary Hogy egy történt? ilyen darabnak az utolsó egy hónapjában délelőtt és este van próba. Tehát gyakorlatilag az ember bement minden reggel, és kijött mind, késő este. És annyi idő volt, hogy éppen hazaér az ember, már aludni se volt érdemes, már lehetett vissza. De azért az igazgató mindig haza megy aludni. Ha. És soha nem töltött egy percet sem, ál, mint éjszaka? Nem lehet, pésként. azt nem lehet. A színház egy munkahely egyébként a régi nagyokra, tehát a Madács Színház igazi nagy őskőleteire, akik már mondjuk túl vannak a pályájuk csúcsán, de azért még kétségkívül jelenvaló és fényes csillagai a magyar színművészetnek. Mondok is konkrét példát, például Sota Irén. Milyen lehetőségekre számíthat a Madács Színházban? Sota Irén egy csodálatos művésznő. Én, hogy mondjam, én nagyon, én nagyon szeretem, amikor a Madácsba kerültem én, akkor ő már ott egy csillag volt, nagyon helyes volt, nagyon jól bánt, velem is jól bánt mindig. És hát azt kell mondjam, ugye általában az embereknek többféle foglalkozásuk lehet. De van egy-egy, aki úgy, és ez egy olyan nagyszerű érzés, mikor látni valakin, hogy ő nem lehet más, mint az, ami. Az Irén a született színésznő, neki minden sejtje színésznőből van, olyan tökéletesen. Ö, 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 hibátlanul alakul át másodpercenként, a drámai ereje és a komikai vénája olyan vitathatatlan, úgyhogy én mindig nagyon dolgoztam azon, hogy neki jó dolga legyen. Ő úgy döntött ezelőtt egy, talán egy három évvel, hogy, hogy köszönni szépen ő most, nem akar fellépni, folyamatosan Bianco meghívás van, folyamatosan kérlelés van, hogy jöjjön, próbáljon, csináljon, csinálja ezt, csinálja azt, ő mostanában elzárkózik. Ettől. Karácsonykor, este, Én korácsonykor Szent Esteveccel, mert 24-én hallgattam vele egy beszélgetést, Fiderikus Sándor volt a kérdező, Igen. azt hiszem egy kereskedelmi rádióban volt, ahol megkérdezte tőle ezt a riportár, ahol ő azt válaszolta, hogy ön megkínálta őt egy szereppel, ahol azt hiszem, ilyen galambetető nénit kellett volna. Ja, igen, 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 a, igen. a, a Méri Poppins a van. A Méri Poppins van, de ő igen. ezt tisztelettel visszaadta. Igen, igen. Igen, ő úgy döntött egy adott ponton, ami egyébként egy hatalmas emberi nagyság, hogy ő már nem tud olyan szinten teljesíteni, ahogy ő egész életébe teljesített. Ő nem akar rosszabb lenni, mint amilyen volt. Egy ember is, ő, ő egy ember ismeri legjobban saját magát. Ő, most ez vagy így van, vagy, nem így, vagy nincs így, de ő, ő így érzi. Ő úgy érzi, hogy ő, ő olyan magas, ő égett. Ő azt kell mondani, hogy egy egy, egy fényes lánggal égett vég a pályáján, és hogy ezt ő valamiért nem tudja csinálni, és kevesebbet meg nem akar. Önnek hány órájába kerül naponta a Madács színház? Tehát mondjuk hány órától? Meddig van benne a színházban? Ez ugye azon múlik, hogy rendezek vagy nem rendezek. El kell oszlatnom egy közkeletű hitet. Az igazgatás az nem nehéz. A rendezés az nehéz. Tehát rendezni igazán nehéz, az rengeteg apró részletből van. Az egy nagyon aprólékos, olyan, mint egy, mint egy, 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 egy csoda, mint a ravennai mozaikot megfaragni. Az millió pici apró részletből áll, minden részlettel foglalkozni kell, mindenre kell műgond az igazgatás, ha az embernek jók a munkatársai, akkor az közel sem ilyen nehéz. Úgyhogy, ha rendezek, akkor nagyon sokat vagyok benne. 10-15 órát is akár? Hát, ha, ha, rendezünk, ha rendez az ember, pláne egy ilyen nagyon nehéz és bonyolult darabot, mint a Méri Poppins, akkor nagyon sok időt töltünk be. Ott töltök benne. Ha, ha, ha csak igazgatási feladat van, akkor az nem ilyen sok és mondjuk egy évben hány olyan nap vagy hét van, amikor egyáltalán nem jön szóba, vagy nem gondolom a színházra? Hát nem sok, nem sok, most ahogy így kérdi. Hát valahogy mindig az ember elmegy szabadságra, mert azt mondják, hogy ez kötelező. Te akkor is nem tudom, hogy forgatókönyveket néz, vagy azon gondolkodik, hogy. Igen, igen, mit igen. Hát én állítszani? azt hiszem, ezzel mindenki így van. Tehát az ember az, az agyát le kell kösse. A, 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 nem, a, lenem kötött agy az, az ellenhormonokat termel akkor az mindenféle, mindenféle, hülyeségekre gondol. Tehát muszáj, muszáj. Egy agyat ugyanúgy, mint egy testet dolgoztatni kell. És ön a darabokkal és a szinopszisokkal És a színházzal és a következő tervel és a következővel, igen. És van még olyan terület, amiről ilyen áttélésről is szeretettel tud beszélni, mint a színház? Vagy mondjuk a Madács színház? Én nem értek máshoz. Én nem értek máshoz. Azt kell mondjam, én csodálattal nézem azokat az embereket, akik sok mindenhez értenek, a kertjüket nagyon szeretik, barkácsolni tudnak. Én semmi máshoz nem értek, én csak a színházhoz. És állítólag perfekcionista, ez igaz? Tehát, hogy mindenben a tökéletességre törekszik. A zenés műfaj tanított meg erre. A zenés műfaj tanított meg erre, ami, ami ugye, ami a zene fegyelme. Beszéltünk az előbb a zenéről. A zene egy rendkívül fegyelmezett matematikai műfaj, vagy, vagy művészet. És, a, és, a, és egyszerűen a zene, az kikényszeríti az emberből a pontosságot. És ha az ember egyszer már megszerette, vagy rájött a pontosság ízére, azt nem szívesen adja föl. A hétköznap életben is ugyanilyen? Tehát ott is szereti a tökéletességet, vagy annak legalábbis a tökéletesség látszatát? Én, én nem szeretem, ha egy dolog rosszabb, mint amilyen lehetne. Szóval, ha egy dologban, egy, ha egy dologban benne van a jónak az esélye, akkor az miért ne legyen a legjobb? Mondan egy legyen hétköznapi legyen? példát? Írunk egy levelet valakinek, vagy, vagy megnézek, egy, megnézek egy szórólapot, ami a madárcínáz egy szórólapja, ami láthatóan még két vonás kéne a grafikustól, még egy szint ki kéne cserélni, még egy betűméretet kéne csökkenteni, és már jó lenne. Azt miért ne csináljuk meg? És ilyenkor szól, és, és legyen, adnak a formára is. És adnak, és adnak a formára is, igen az igazgatást, azt, hogy ön az első ember a színháznak, azt ön élvezi? Igen. A szónak abban az értelemében, abban az értelemben, hogy ad mindennapi örömöt? hát ugye én azt kell mondjam, hogy én nagyon örülök, hogy igazgató lettem. Tehát nem, nem. És nagyon szeretem ezt a dolgot. Nagyon szeretem. Egyrészt nagyon szeretem látni, hogy a Madár Színházból hát legalább 300 ember él. És azt kell mondjam, hogy Ugye, nem egyforma arányban, de hogy azért a mi munkánknak van egy ilyen, egy ilyen szakmai vonala is, vagy vetülete is, hogy emberek megélnek a Madács színházból, Ez egy nagyon jó érzés. Nagyon jó érzés az, hogy a színház estéről estére tele van. Uh, hogy ebben a igazán nehéz és válságos időszakban, ahol tényleg mindenkinek meg kell nézni minden fillért, hogy mire költ, hogy beáll egy hosszú sor a madárszínház elé, és uh, és ott állnak, nem csak hogy jegyet vesznek, de hajlandók sorba állni. Ez egy fantasztikus dolog. Szóval, uh, és hát fantasztikus dolog este a taps. A színház abból a szempontból is csodálatos dolog, hogy a visszajelzés az azonnali. Tehát nem úgy van, hogy fest az ember egy képet, és aztán egyszer csak kirakják azt egy kiállításon, és akkor valaki mond valamit, hanem olyan, olyan nyilvánvaló, tehát olyan magától értetődő a siker, annyi látni lehet és hallani lehet a sikert. Tehát nem elképzelni kell, hanem ott van a maga testi valóságában. Úgyhogy, hát ezek nagyon nagy dolgok. Karinti Mártontól hallottam egyszer például, hogy a saját színházában azt mondja, hogy ő időnként, akkor, amikor le vannak kapcsolva a lámpák, éjjel is akár beoson, és fölkapcsolja, és megnézi az ő színházát. <laughs> Hogy megvan-e még? <laughs> Ön ilyen kapta már magát? <laughs> nem, nem, ezt nem csináltam, bevallom őszintén, de meg fogom próbálni. Csak a madárcinádon nagyon nehéz a lámpákat fölkapcsolni, ez egy bonyolult szerkezet, akkor be kell hívni a fővilágosítót, szóval ezt, de, de azt, viszont, azt viszont a marcinak valószínűleg arra is gondolhatott ő, hogy egy üres színháznak, egy olyan színháznak milyen különleges atmoszférája van. Tehát az valóban egy nagyon különleges atmoszféra, amikor az ember egyedül ül a nézőtéren, és nincs a színpadon se senki, és a nézőtéren se, és ül egy ilyen fantasztikus térbe, ami a színház, ami, ami egyszerre egy ilyen ipari tér reflektorokkal, díszletekkel, szöggel, kalapáccsal, és, és, és egy ilyen ihletett művészi tér is. És a nézőtér és a színpad viszonya az is, az is egy nagyon inspiratív dolog. Tehát, tehát mélyen megértem, amit a Marci mond. Jó lehet egyedül ülni egy színházban. Én jobban szeretem, ha tele van. Egyébként olyat azért csak szokott csinálni, hogy amikor már mehetne haza mondjuk 7-kor vagy fél nyolckor, akkor azért bemegy mondjuk a színpad mögötti részre, és hátulról mondjuk végignéz egy előadást. Szeretem hátulról Ugye? nézni a színpad. Igen, hátulról ez egy nagyon különleges, egyébként egy színháznak nagyon sok nagyon különleges szöge van, vagy nézőpontja van például egy ilyen nézőpontja, ha valaki hozzájut, és a zsinorpadlásról nézhet az előadást. Tehát nagyon magasról, nagyon lefelé. Az is egy csodálatos, csodálatos... Lehet, hogy ezért kellett szegény elmenni onnan. De, de, nagyon, de nagyon érdekesek az oldalnézetek. is. tulajdonképpen én igazság szerint ha lenne időm rá, én fényképeznék. Én nagyon szeretek fényképezni, nem tudok elég jól fényképezni, de mondjuk egy ilyen, azért már nagyon képzeletben nagyon sok ilyen fotósorozatot megcsináltam, hogy színház olda, a színház különböző szögekből, tehát azokból a szögekből, amikből a nézők nem látják. Nagyon fegyelmezetten és borzasztó szabatosan fogalmaz. Tehát kerek mondatokban kerek mondani valót ad elő. Ez a csillag születiknek köszönhető? Tehát az, hogy ott egységnyi idő alatt meglehetősen tartalmas és ö, mindenki számára érthető, közérthető mondani valót kellett elmondani, mondjuk 0-20-ban? Én azt hiszem, hogy ez, egy, hogy ez egy nagyon szerencsés adottság. Ez egy nagyon szerencsés adottság, azért az emberek egy része, és ebből nagyon televíziósok, rádiósok igazán Birtokában vannak ennek a képességnek, tehát a fogalmazás képességének, egy jófajta verbalitásnak, és a színház is egy, a rendezői nagyon verbális foglalkozás. Hozzáteszem azért, mert ezt magamról mondom csak, de gondolom más rendező kollega is így van, hogy mi beszéd közben gondolkodunk. Tehát ez hogy érti? E tehát, hogy a mondat elején, mondjuk, ha az ember rendez és egy próbát tart, ahol teljesen tisztában van azzal, hogy, hogy valójában miről van szó, de igazából a gondolat, a mondat közben fogalmazódik meg. Ez egy színházi sajátosság. Ez a fajta verbalitás. Tehát nem mint egy író, aki leír egy mondatot, és aztán finoman csiszolgatja, a hogy mondjam, egy színházi ember mondatai, azok leírva nem jók. Ezt nagyon sokszor tapasztaltam, amikor az ember ad egy interjút, és az interjú olyan jó, és oldott, és könnyed, és visszakapja. És amikor visszakapom, és elolvasom, és látom írásban, azt látom, hogy förtelmes. Rossz az alany, rossz az állítmány, fölösleges szavakat használok, teljesen más az élő fogalmazás és, a, és a, leírt fogalmazást, de színházban az élőfogalmazásra van szükség, főleg egy próba. Azt akarja mondani, hogy ha adott esetben megállít egy próba folyamatot, és elkezdi adni az instrukciót, lehet, hogy a felénél még nem biztos abban, hogy a végén mi lesz a végkövetkeztetés? Nem, nem, ezt így nem mondanám. Ezt így nem mondanám. Az ember benne él akkor egy jelenetben. Akkor ez olyan, hogy de ahhoz, hogy, hogy konkrétan, hogy, hogy mi a mondat, az a mondat közben születik meg. Ez a rendező művészetének az egyik része. Ugye a művészet az a dolgoknak a megszületése, a dolgoknak a létrehozása. A rendező több mint, tehát egy egész összínházi látványon kívül azért uh, instrukciókat hoz létre. A rendező eszköze, a, a, a művészi eszköze az instrukció. Az instrukció pedig egy mondat. És azok a mondatok nem úgy születnek meg, hogy én otthon leírom őket, hanem kapom az információt, kapom, az, kapom a színészektől az inspirációt. És az ő inspirációjuk és az én gondolatom létrehoz egy mondatot, és az a mondat az instrukció. És ha az a mondat jó, akkor hirtelen az a jelenet helyreáll. Egyébként mikor jön rá, és hogy jön rá az ember arra, hogy tud rendezni? Ez a vastaps szükségeltetik, tehát az elég kell mondjuk a nagy elődök, adott esetben Ádám Ottónak az elismerő fejbólintása és dicsérete, hogy mikor jut el egy önmagával szemben is igényes rendező tanonc ahhoz, hogy megállapítsa magába, hogy tudok, vagy tudhatok rendezni. Nagyon sok szenvedéssel jár. Azt kell mondjam, hogy rengeteg kínlódással és szenvedéssel jár, és nincs rá recept, más, mindenkinek a biológiája más, az életritmusa más. Azt kell mondjam, hogy, hogy valószínűleg egy eredendő, valamilyen egy eredendő tehetség az benne van az emberben. De hogy az mikor erősödik meg, mikor ölt formát, mikor válik valakinek olyan könnyedén a készségévé, ahhoz nagyon sok minden kell. Nekem ez, nekem ez a mesterekkel való találkozás kellett, a darabokkal való találkozás. Ezek a, ezek, a, ezek a, nagy emberi élmények, a nagy művészi élmények, aztán, és aztán úgy valahogy egy úgy hirtelen úgy összeugrik pedig nehezen indult, ugye? Tehát a főiskolán Lehteletes például... Az... Hogy úgy mondjam, karcolta a rosta vizsgákat, legjobb igen, tudomásom szerint. Igen. A József Attila színházban meglehetősen nehezen fogadták önt a színházban. E, ott, e, ott, ott kirúgtak a József Attilából, ott úgy jöttem el, hogy ott felmondtak és kirúgtak. Mi volt a baj, vagy mit kifogásolt? Ott egy konfliktusokba, színészi konfliktusokba keveredtem, nem nem tudtam, mit kell. Nem tudtam, mit kell csinálni. Biztos, akkor úgy nagyon meg voltam bántódva, de szerintem én, én abban komoly részese voltam. Ne, nem tudtam színházul nem tudtam, hogyan kell az emberekkel bánni, nem, tud, nem, tudtam jó instrukciót adni, nem tudtam megfogalmazni. Tele voltam kompenzálással, félelemmel, megfelelni akarással. Rengeteg minden olyannal foglalkoztam, amivel egy rendező nem szabad foglalkozza. Nem is vették önt ebből kifolyólag komolyan? Például a színészek? Nem voltak tekintély? Éve? Négy évet töltöttem a József Attila színházban, ahol rendeztem nagyon nagy sikereket is. Ott voltak sikereim, de valahogy úgy, valahogy úgy, Hát, azt kell mondjam, nincs nyomorultabb, mint egy kezdőrendező. És ez ma is így van. Egy kezdő rendező, nem tudom, a filmszakmában a film e, így van-e, vagy a tévében így van-e, de színházban borzalmas, borzalmas. Ugye egyrészt e, 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 ő maga is fogalmas sincs, hogy mit kell. Egyrészt nem tudja, mit kell csinálni. Másrészt nem tudja, hogy hogy neki van egy folyamatos e, identitás zavar, hogy neki abban a szituációban mit kell csinálni. És, és amíg, olyan, amíg a dolgok olyan magától értetődővé válnak, az sok-sok év kell elteljen. Ha már ezt említi, a csillag születik amikor beült, akkor honnan van meg az emberbe, jó nyilván, ő már tanított a főiskolán, és osztályvezető tanár volt ötször is, de a tekintetben, képernyőre kívánkozó embereknek sommás és értékelhető véleményt mondani, ahhoz meglehetősen nagy önbizalom és hit kell. Ezt meg lehet tanulni, vagy ezt a rutin hozza? Ugye ez egy, a mi, a mi foglalkozásunk azért az alapvetően egy szakma. Tehát mi színész mesterséget tanítunk, és a rendező mesterséget, így is hívják a szakmát. Tehát ez egy mesterség, ennek vannak nagyon plastikus elsajátítható, megfogalmazható formái. Ha az ember a saját mesterségét megtanulta, és mint tudjuk, jó papoltig tanult, tehát soha nem tanulja meg, mindig tanulja, mindig egy kicsit többet tud róla, de mégiscsak amikor egy produkciót lát az ember, vagy én, akkor kialakul, és ezt nem orvosi értelemben mondom, egy kettős látása. Tehát szerencsére, tehát nem orvos, hanem Egyszerre ez egy rendezői tulajdonság, amit egy rendezőnek ki kell alakítani. Tehát, hogy látja a produkciót, és mögötte hallja azt a szöveget, és hallja a dalt. Tehát egyszerre fut az alapmű és a megvalósítás. Nem tudom világosan mondani. Abszolút. Értem. Tehát ha az embernek ez a fajta kettős látása megvan, tehát egyszerre hallom én, hogy mi volt a mű, és ő mit csinált belőle, akkor sokkal könnyebb ítéletet mond. Ugyanakkor, ha ön ítéletet mondott, akkor se volt soha, mondjuk úgy, kíméletlen. Lehet tehetséget gondozni humánummal? Uh, vagy elnézéssel? Hát nézze, én azt gondolom, hogy csak úgy lehet, de nagyon sokan nem osztják ezt a nézetet. Például a tánctanításban vagy a balett oktatásban, ott a, ott, a, ott a keménység és a brutalitás kötelező. Valahogy a táncosokat meg is szoktatják ahhoz. A, ö, én azt gondolom, hogy a, hogy a színészetben, az énekesekben, vagyis mindenki, aki a lelkét is használja, akinek a személyiségének az intaktságára vigyázni kell, az egy nagyon nagy érték, azt nem szabad megsérteni. Azt nem, azt nem szabad, hogy mondjam, mondhatnám azt, hogy nem szabad fölöslegesen megsérteni, de inkább azt mondanám, hogy nem szabad megsérteni. Nagyon jól el lehet jutni egy ember tudatához úgy is, hogy az ember nem sérelmeken keresztül mondja. Állítólag egyszer bagi Iván bekopogtatott önhöz hogy Igen. szeretne a színházba játszani. Az ő, nyilatkozatban olvastam, az ebbéli élményeit osztotta meg az olvasókkal, ön meglehetősen, keresetlen őszintességgel mondta neki azt, hogy se énekelni nem tud, se színész nem lesz. Tehát ilyen formán azért, ha a helyzet megkívánja, tud. Ha már ezt az szót használtam előbb, kíméletlen és kegyetlen is lenni. Nagyon-nagyon e, helyes fiatalemberről van szó, és rendkívüli módon szoktam élvezni ennek a párosnak a föllépéseit. A föllépései, baginacsát. Én azt mondtam neki, hogy megvan, ő megtalált valamit. Nem kell mást keresni, az emberek egy életen keresztül folyamatosan keresik önmagukat. Ő már valamit megtalált. Hát miért, miért nem, miért, miért kell már, ne, ne keressen mást? Ebben ebbe, ebbe nagyon nagy perspektíva van. Egy parodista márnak az élet minden másodperce tulajdonképpen anyagot kínál. De azért van olyan, én is tudok most legalább három-négy olyan szereplőt, akik nem kifejezetten színészek, és az ön színházában bizony helyet kapnak, noha tudnak énekelni, természetesen. Ö, tehát most akik nálunk feléptek. Igen, arra Gönci Gábor például szerepet kapott, tudomásom szerint, ugye? Igen. Vastag Csaba szintén nem színész, noha Igen. énekes. Ö, egy színház az nagyon, hogy mondjam, egy nagyon sokféle dolog. Tehát egy, egy színház, ugye ők mindketten a Józsefben kapták meg a fáraó szerepét. A fáraó egy speciális szerep. Az kifejezetten arra íródott, hogy az egy vendégművész szerep a, a Józsefben. Két zárt jelenet, e a kell hozzá -e a rock ének stílusnak az ismerete, és tulajdonképpen mindenütt a világon ezt a szerepet arra használják, hogy az aktuális rock-sztárt, vagy a fiatal rockstart így bevonják az előadásba. Ennek nagyon jelentős PR jelentősége van. Ez a nézők számára plusz örömöt jelent. Az előadást frissen lehet tartani vele. Egy színházigazgatónak ezen a szinten is kell gondolkodnia. Tíz év múlva, hogy fog kinézni ez a körúti színház, ha nem múlik? <síns> Hát ez egy nagyon nehéz kérdés. Nem tudom. Egyáltalán egy színháznak és egy, és egy művésznek folyamatosan menni kell előre. Tehát folyamatosan változni kell az élet és az embernek a testje meg a sejtjei. Azok mindig azok úgy, úgy, úgy szeretik, hogy lassítani, lehúzni, megállítani. Ez ellen kell dolgozni ezzel el kell dolgozni. Aki nem megy előre, az, 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 lemarad. Én azt gondolom, hogy a Madács Színháznak nagyon dinamikusan kell folyamatosan előre haladni, és hogy mi az előrehaladás iránya, az többek között az élet mutatja meg. Csináltunk egy musical pályázatot, amiből két magyar darab nagyon jól sikerült. Egyiket én rendeztem, a másik a csoportterápia, egy kollégám rendezte. Most kiírtunk egy új musical pályázatot. Tehát én nagyon, tehát sok irány van, de hogy melyik irány lesz a a, követendő, az, 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 megmutatkozik. Ha jól figyel az ember, akkor ez megmutatkozik. Ha sokszor megy New Yorkba, és Londonba. És az is, és az is hogy, hogy mi történik a világban. Nagyon régóta nem született nagy, nagy műzikál, tehát új nagy musical. A Mary Poppins volt az utolsó 2004-ben. Azóta olyan nagy világsiker nem született. És ön fogja vezetni ezt a színházat tíz év múlva? Hát egyelőre azt tudom, hogy 2017. január 31-ig szól a kinevezése. Öt év akkor már biztos ebből a tíz év. Öt év már biztos ebből. Legyen ez még több. Köszönöm, Köszönöm hogy itt volt. Köszönöm szépen.